Festménykiállításra hívja a nézőket, vészabó Noémi, ahol legújabb könyvét is megtekinthetik a látogatót. Köszöntelek a stúdióban, Noémi. Több ö, írásodban említett, hogy az ember határozott küldetéssel érkezik ide a földre, Te mikor eszméltél rá, hogy mi a te küldetésed, írás, festészet és még sorolhatnám. Szerencsésnek mondhatom magam, mert egészen kicsi koromban megérintett ennek a ennek a mindent átható, és, és mindenre kiterjedő hivatásnak a, az érintése. És gyakorlatilag én egész életemben így éltem, és erre készültem. Ez nagyon jó dolog, mert azt gondolom, hogy nem mindenki találja meg, mindenki küldetéssel érkezik, de nem mindenki találja ezt meg élete folyamán. És akkor, akkor vergődik a lélek. És ha már a festészetről van szó, az hogy jött neked, hogy, hogy festeni szeretnél? Hogy találtad meg az inspirációt, az alakokat és mondjuk konkrétan a témákat? Én egész, arra emlékszem, hogy egészen pici gyerek voltam, és egyébként egy ilyen szertelen, befoghatatlan figuraként léteztem a világban, egy egészen más bolygón. Ez azóta is tart is, remélem halálomig megőrzöm. És arra emlékszem, hogy fölmásztam egy fára, és ahogy a, a smaragd tüzű leveleken átsütött a fény, egészen ámultam ezen, és azt gondoltam, hogy olyan jó lenne ezt megmutatni, olyan jó lenne ezt valahogy, hogy mindenki felé tárni, hogy ezt a csodát lássa. És a nagy titok az, hogy az ember rácsodálkozik a világra. Szerintem ez egy őrült nagy adomány a sorstól, hogy hogy mindennek tudsz örülni, mindenben tudod a szépet látni. Tudni, itt van körülöttünk, ugye csak le kell érte hajolni, mindig ezt szoktam mondani. Tehát én egészen fiatal koromtól kezdve mindig azt éreztem, hogy visszaadni, a lényegét, annak a, annak a csodának, amit látok, annak a szépségnek a rejtett üzenetét. És hát elkezdődött egy ilyen folyamat, és természetesen nem jellemző áll mindig, hogy a, hogy a festőművész ír is, de amit nem tudsz így, vagy amit nem tudsz szavakkal, azt lefested, és fordítva. Tehát ez egy mindig gyönyörűen szépen együttműködött nálam a két műfaj. És most van összefüggés a kiállítás és a könyvet között? Témában, vagy, vagy üzenetben? Üzenetben van, igen, és témában is, igen. A, a könyvem, a legutóbbi könyvem, a Szeretni egyszer bolondulásig, az megtörtént, szerelme, szerelmeket dolgoz föl, nem mindig, nem mindig legális szerelmeket. Ezeket híres emberek mondták el nekem, én természetesen megőrzöm a titkukat, de nevek, helyszínek megváltoztatásával megírtam a, ezeket a storikat vagy valakinek a szeretője, valaki, vagy, vagy elhagyták, vagy szóval mindig valami keszekusz szál van azért a sztoriban, és hát persze az írói fantáziával még inkább megfűszerezve, egy kis csattanóval ellátva a végét, bár azt szoktam mondani, hogy a valóság sokkal megdöbbentőbb tud lenni néha, mint az irodalom. A festmények, ezeknek az az üzenete, hogy, hogy élni kell, szeretni kell ezt az életet, valamiféle szépség, valamiféle hit valamiben. A festmények üzenete is maga a szépség, mert én mindig szépségeszményt hirdettem. Azt gondolom, hogy a művészetnek az a célja, hogy egy magasabb szférába emeljen, elgyönyörködtessen, reptessen, neki kacagjon, néha lehet zuhanni is általuk, de Azt minden esetre elringassanak. A szépség jött eszembe, elég gyakran festesz ön, az, ön az képet, például itt Nofertitit. Ez, modellem. Nincs modellem, de gondolom azért más oka is van ennek. Tehát, hogy gyakran megjelensz történelmi Igen, alakokban. A történelmi alakokban. Igen. Nagyon, nagyon, nagyon szeretem az ókort. Én zömében nem nagy képűség, általában ókori irodalmat olvasok nem nagyon ragadtat el más. Valahogy úgy ott megmaradtam, és Horáciuszt istenítem, meg Vergiliuszt, meg hát most nem sorolom. Nagyon szeretem az ókori művészetet, költészetet, amely abszolút mai nyelven szól. Tehát az ember elolvas egy több ezer évvel ezelőtt íródott szerelmi vallomást, azt akár mai is írhatták volna. Ez egy jó játék, kalandozni évezredeken át, és rájössz arra, hogy Uram Isten, akkor is ugyanúgy volt szerelmes, akkor is ugyanúgy szépítkezett a nő, és ugye írják ókori egyiptomiak, mindig vendéghajat viseltek, hogy fölcsatolom a vendéghajam, kihúzom a szemem, mert majd erre jó a kedves. Most is ugyanezt csináljuk maximum kicsit más a nyelvezetünk, de erről van szó. Ha egy picit a stílusokról beszélgetnénk, milyen stílusban festesz, tehát téged be lehet skatujázni bárhová, mert nagyon szerteágazóak a képeid, nagyon gyakran festesz meg ellentéteket, álom és valóság, szépség és ridegség. Tökéletesen így van, pontosan ilyen vagyok én is. Egyébként mindig a beskatóriázás ellen. Nem is vagyok egy. egy gyerekkoromban mondta anyukám, hogy Noémi az a fajta kis, itt nem lehet megszelídíteni nem szeretem a beskatujázást, mert hogyha én azt mondom, ha valaki megkérdezi mondjuk tőled, és azt, azt kérdezik, hogy Melinda, te milyen stílusban festesz, és te azt mondod, hogy, hogy mondjuk te, te reneszánsz képeket, jó, nagyjából azért tudja hová helyezni a stílus miatt a kérdező, tehát most megint csak ellentmondásba kerülök, nem szeretem, ha beskatujáznak, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy én egy abszolút egy mai hangon, mai nyelven festő, manierista festő vagyok. A kedvenc korszakom a manierizmus nem volt egy hosszú időszak, de ha csak Elgrékót mondom, az elnyújtott alakjaival, a misztériumra való hajlamával, a, a manír ugye benne van, tehát kicsit maníros, kicsit természetellenes is tud lenni az a kép, de éppen ez a lényege, hogy elrugaszkodik ettől a megszokott hétköznapi valóságtól, a nyújtott nyakú nők. Engem ez elragadtat. Ma a magyar, magyar uh, művészvilágban te hol helyeznéd el magad és a, a műveidet, a festészetedet? Én, én egyedinek tartom magam. Ugye Adi mondja, hogy új időknek új dalaival. Ez borzasztó nehéz. Hát csak gondolj bele, mi mindent megfestettek már előtted. Mit lehet még újat? De mindig lehet újat. Ha úgy ülla az ember, mint egy gyermek, Tiszta szívvel és tiszta lélekkel, és úgy alkot, akkor áthoz valamit az ősemlékezetből, vagy valahonnan, valami valamiféle nagy egészből, vagy egy más dimenzióból, amit csak az ő nyelvén tud szólni, amit csak, csak az, az ő lelki alkímiával lehet idehozni. Én nem tudom, hogy hol vagyok, de biztos vagyok benne, hogy egyéni, amit csinálok, vagy egyedi. De. Azt gondolom, hogy a festőművésznek a visszhangja mindig az utókor. A, a zord ítélőszéke majd annak. Mindig mondják, hogy ha halott festő, jó festő, mert ott már nagyon-nagyon sok újat nem csinál. De gondolom, hogy majd egyszer, egyszer, sok idő múlva elhelyeznek valahová. Nem is posztom ez, mert. A talán, talán nem is ez a művészet igen, lényege. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és további nagyon sok sikert kívánunk neked. Köszönjük. köszönjük. Műsorunk már a véget ért. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!